Kedden délután készült ez a nézői felvétel a 403-as főút mentén lévő regionális hulladékkezelő központ mellett. 8 járművel 30 tűzoltó érkezett Nyíregyházáról, Nyírbátorból, Hajdunánásról és Ibrányból a helyszínre, hogy megfékezze a közel 250 négyzetméteren tomboló lángokat. Ezek a felvételek már szerda délután készültek. Jól láthatóan a kupacok alján még égett a szemét, amelyet folyamatosan három autóból több vízsugárral ártalmatlanítottak a szakemberek. Körülbelül olyan 50 tonna lomtalanításból származó hulladék a ipari kameráink felvételei szerint öngyulladás folytán begyulladt. Pillanatok alatt elterjedt a tűz a teljes hulladék kupacra, és gyakorlatilag azóta is ég, ahogy lehet látni a kollégák a utómunkálatokat végzik, kanalanként bontják meg a hulladék kupacot, amit a tűzoltók vízzel locsolnak. Nagyon bízom benne, hogy rövidesen sikerül beoltani a tüzet. Sajnos ugye a szagán is érezhető jelentős mennyiségű műanyag, kezelt fa volt benne, kétségtelenül ez némi levegőszennyezést okoz. Tegnap kint volt a katasztrófa védelemnek a mérőautója, állításuk szerint egészségre ártalmas koncentrációt nem mértek a levegőben. Az orosi hulladék lerakóban éjjel-nappali szolgálat működik, ahogy észlelték a füstöt, azonnal riasztották a szakembereket, akik 20 percen belül a helyszínen voltak. Személy sérülés nem történt, és az anyagi kár 10 millió forint körüli. Mindössze, hiszen 2017-ben már volt itt egy hasonló tűzeset, akkor a teljes gépparkot kár érte több 100 millió forint értékben. Ami a fő problémánk, és az elmúlt egy-két évben probléma, jelenleg Magyarországon nem lehet hulladékkezelő létesítményre biztosítást kötni, biztosítók nem vállalnak ilyen kockázatot. Tehát ha úgymond nem lett volna ilyen szerencsénk, akkor most komoly kárral szembesülnénk. Ahogy mondom, a gépünk nem sérült, tehát nincsen sem anyagi, sem egészségben okozott kár. Valószínűleg öngyulladás okozta a tüzet, a szakemberek szerint azonban akár egy lítium-ion akkumulátor is előidézhet hasonló esetet. A lomtalanításból összegyűjtött hulladék kupacban gumiabroncsot, műanyag széket is láttunk, de a szeméthalomban veszélyes hulladéknak minősülő hajfesték is volt.